Ha a tolnamezsi lány ifi csapat, akkor irány Monte Silvano. Na nem az olasz tengerpart, az olasz életstílus, az itáliai paradicsomtésztás gasztronómia miatt elsősorban, ezek is voltak, vannak, de a lényeg a futballtorna, amin már harmadszor vesznek részt a lányok, mint immáron Magyarország legjobb ifi csapata. Óriási élmény egy olyan tornán szerepelni, ahol Kolumbiából, Ausztráliából is érkeznek csapatok, no és a női futzálban szinte nagy hatalomnak számító Ukrajna is jelen van, jó néhány nagyszerű olasz csapat mellett. Egy ilyen nemzetközi mezőnyben újra a dobogón végezni több mint siker, mert hogy a tavalyi ezüst után bronzéremmel tértek haza a lányok, és vele együtt újabb szép trófeát hoztak haza Wisner dalmáik. Szerintem mindent megtettünk ezért a bronzéremért is, mint tavaly az ezüstér, de most idén így alakult. Ez a mezőny most erősebb volt, mint a tavalyi. Kolumbiai csapattal is játszottunk, őket megvertük, játszottunk ukrán csapattal, tőlük kikaptunk, egy olasz csapattal, akit megvertünk, ausztrál csapattal játszottunk a harmadik helyért, és ott nyertünk, finnektől kaptunk ki az elődöntőbe. Azért voltak helyzeteink, de nem jöttek össze. Kapus jól védett, vagy koncentráció hiányzott a gólembereknél? Hát igazából mind a kettő. Jól védett a kapus. Jó érzés volt tudomásul venni, hogy a játékban nem voltak jobbak a finnek, talán az ukránok tűntek a tolnamezsieknél erősebbek. Az ukrán csapat az kimagasló volt ezen a tornán. Hozzáteszem, hogy ez a U17-es korosztály, ez 2002-2003 születésű lányok. Nálunk az átlag életkor az 2004-esek voltak, de mi 2006-os kislánya is szerepeltünk. Az ukránok mind fizikailag, mind technikailag kimagasodtak a mezőnyből, és fölényesen nyerték meg a tornát. Mindössze egy gólt kaptak, igaz, hogy azt mi rúgtuk nekik, hát picit büszkék lehetünk. Már csak azért is, mert kiderült, nem egy klubcsapat érkezett Ukrajnából, hanem több klubból verbuválódó tartományi válogatott. A finnek elleni balszerencsés vereségből tudtak építkezni a tolnamezsi lányok. Beindult a győzelmi széria. Az az egy megoldás volt, hogy szépen kipasszolgattuk őket. Ott az egy-egy elleni harcok, tehát az nem nagyon sikerült. A jó egyéni teljesítmények mellett az egységes csapatjáték volt Monte Silvanóban a sikeresség záloga. A bronzmeccsen is az ausztrálok ellen. Azért vannak ügyes játékosaik nekik is, aha, szerintem. A tolnamezsi U17-es ifi csapat még évekig együtt maradhat. A lányok közül Dalmán és Pannán kívül is van, lesz olyan játékos, akit már a nagypályás korosztályos válogatottba is be fognak hívni. De egyöntetően állítják, hülyek maradnak anyaegyesületükhöz és a futzálhoz is. A futzált jobban szeretem, de nagypályán is el vagyok. Hát remélem a csapat együtt marad, és szerintem tavaly is eljutottunk egy edzőtáborba itt a környéken, és az is nagyon jó volt szerintem. Bizony felvillan egy saját nevelésűekből álló NB1-es tolnamezsi futzál csapat lehetősége. Néhány éve már küzdködünk azzal, hogy elfogytak a utánpótlás játékosaink, és nem tudjuk az NB1-et folyamatosan a fiatalokkal feltölteni. Most látszik egy picit megfordulni ez a folyamat, remélem nem kiabálom el, hiszen a következő bajnoki évben már két kislány stabil tagja lesz az NB1-es keretnek, Wisner Dalma és a Vámosi Gina személyében, de Kulcsár Panna is kapusként, ha betölti a 15 évet, ő egyébként alkalmas már most arra, hogy NB1-es kapus legyen, de az ő esetében mélegenni kell nyilván, hogy egy Decki Vanda mögött kispados lesz, vagy pedig az U17 beszendett kapusként fog játszani. Akárki is lesz a felnőtt csapat edzője, minden bizonnyal már jövőre számol a csapatnál az ifiben felbukkant tehetségekkel. Kérdeztem a játékosokat, hogy mit vár az ember. Most ilyen gólya holló tányér, tehát hatalmas.